A Paksi Rendőrkapitányság parkolójában bíró Ilona Mária, rendőrfőtörzsőrmester, bűn- és balesetvédelmi előadó várta a kerékpárjukat regisztrálni kívánó lakosokat. Nagy volt az érdeklődés, a délután folyamán 42 kerékpárt vettek nyilvántartásba Pakson. Magyarországon több mint 10 000 kerékpárt lopnak el évente, nagy részük azonosítatlan. Így, ami elő is kerül, nyilvántartás hiányában többségében nem tudják visszaadni gazdáinak. A kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze egy egységes nyilvántartási rendszer, ahol a bicikliket egy központi adatbázisban egyedi azonosító jeleikkel együtt regisztrálják. A BikeSafe vagyonvédelmi program legfőbb célja a kétkeretűek legfontosabb adatainak és fotóinak nyilvántartásba vételével a bűncselekmények megelőzése, az eltulajdonított kerékpárok azonosításának, a lopások felderítésének elősegítése. Ma már igen értékes kerékpárok rólják az utakat, érdemes nyilvántartásba vetetni, ezzel is segíteni a felderítés lopás esetén. A helyi rendőrkapitányságok bűnmegelőzési szakembereinél folyamatosan lehet jelezni, ha valaki regisztráltatni szeretné kerékpárját, mely térítésmentes. A nyilvántartásba vett kerékpár adatai és fényképe lopás esetén a rendőrség BikeSafe oldalán azonnal nyilvánossá válik, így a körözés elrendelése sokkal pontosabb és szakszerűbb.